Milyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt nagyérdemű közönség, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy a Magyar Koalíció pártja érsekújvári járási elnökeként nagy tisztelettel és sok-sok szeretettel köszöntsem kedves mindnyájukat ezen a mai estén, amely alkalmával elsősorban Szent István királyunkra emlékezünk, augusztus 20-a ünnepe alkalmával rendeztük meg ezt a mai gálahangversenyt. Ezen a mai estén elsősorban Mága Zoltán hegedűművész és barátai fogják önöket szórakoztatni, de úgy gondolom, hogy lesz még néhány meglepetés is. Hölgyeim és Uraim, ha jól emlékszem, akkor ennyien ebben a kultúrházban legutoljára a március 10-i parlamenti választások előtt voltunk. Óriási voltak a várakozások, sajnos nem jött össze az, amit akartunk akkor. Mégis köszönetet kell mondanunk mindenkinek, aki március 10-én a Magyar Koalíció pártjára szavazott. Külön köszönetet kell mondani a párkányáknak és a párkány környékieknek, hisz a komáromi járással a párkányi választási körzet volt az, ahol a Magyar Koalíció pártja győzedelmeskedett. Köszönjük mindenkit! Köszönjük, hogy elfogadták a Magyar Koalíció pártja meghívását, hisz az MKP a szervezője ennek a mástének, és engedjék meg, hogy megköszönjem a párt vezetősége egy részének, hogy ellátogattak Párkányba, és megtisztelték a mai ünnepi hangversenyt. Engedjék meg, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntsem a Magyar Koalíció párt országos elnökét, Berényi József urat. Köszöntöm az MKP országos tanácsának elnökét, Várdas Gyulát. Köszönöm, nagy szeretettel köszöntöm a párt országos alelnökét, Farkas Ivánt. Bevallom férfiasan, hogy egy picit aggódtam, vajon sikerül-e összehozni azt, hogy teltház legyen. Ugyanis aggódtam azért, mert az utóbbi 2-3 hét folyamán az emberek jelentős része odahaza tévéképernyője előtt izgult a magyar sportolókért. A londoni olimpia egy olyan remek eredményt hozott, amely azt mondja, hogy mindnyájan büszkék lehetünk, és sportolóink rátermettségből, felkészültségből, győzni akarásból azt hiszem, hogy jelesen vizsgáztak, és bizonyára egyetértünk azzal, hogy szívet dobogtató, lélekmelegítő érzés volt az, amikor a célegyenesben vagy másutt a mieink nyertek. Amikor a dobogó legfelső fokán a magyar sportoló állt, amikor az árbocra a magyar zászló úszott fel. Úgy gondolom, hogy sokunknak erőt kell, hogy adjanak, hogy igenis, ott vagyunk, ott vannak a magyar sportolók a világ élmezőnyében. Úgy gondolom, hogy erőt kell, hogy adjanak a megemlékezések és az ünneplések is. Igen, hisz az a mai nap emlékezés. Emlékezés a kezdetekre, emlékezés arra, ami több mint 1000 esztendővel történt. Emlékezés az ősökre, a hősökre, azok, akik akkor annak idején azért dolgoztak, azért fáradoztak, azért tevékenykedtek, hogy népünk 1000 esztendő múltán is egy erős nemzet legyen. Úgy gondolom, hogy mindenkinek, legyen az anyaországbeli határon túli, nyugat-európai vagy tengeren túli kötelessége megemlékezni nemzetünk pirosbetűs ünnepeiről. Talán augusztus 20-a az egyik legszebb ilyen pirosbetűs ünnepünk. Számunkra, párkányiak és a párkány környékiek számára ez többszörösen is érvényes. Hisz az, akire elsősorban emlékezünk, országalapító vagy államalapító, ha úgy tetszik, Szent István királyunk innét légvonalban csupán néhány száz méterre született, innét szervezte az országot, innét kormányozta az országot, innét alapított vármegyéket, egyházmegyéket,
szervezte az országot. Én úgy gondolom, hogy ezek az ünnepek erőt kell, hogy adjanak, és a mai este legyen a megemlékezés, az ünneplés estéje, és kívánok önöknek a mai estéhez nagyon jó szórakozást. És fogadják szeretettel vendégünket, Márka Zoltán hegedű művész urat.
Nagyon szépen köszönöm, tisztelt legyen és üdvényére. Most pedig megkérném Berényi József urat, az MKP elnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt jelenlévők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy még néhány gondolat erejéig megszakítsuk a zene világát, és foglalkozzunk egy kicsit Szent Istvánnal, hiszen ezt a rendezvényt azon túl, hogy a művész úr csodálatos zenéjét hallgathatjuk, szeretnénk annak szentelni, hogy emlékezzünk egy kicsit, mi magyarok és mindenki, aki velünk hajlandó ünnepelni arra, hogy volt itt egy nagy király, aki jó időben jó döntést hozott. Egy államot teremtett, amely Közép-Európában nagyon-nagyon hosszú ideig biztosítani tudta az itt élő népek fennmaradását. És nem véletlenül fogalmazok így, hiszen nem hiszek az ezer éves elnyomás teóriájában, hanem az itt élő népek békés együttélésében hiszek, amit a Szent Korona biztosított. Hiszen aki ismeri Szent István intelmeit, az tudja nagyon jól, hogy tele van türelem szóval, megértés szóval, odafigyelés szóval, amit Imre hercegnek, fiának írt, akiben folytatóját az új magyar királyt látta halála után, sajnos tragikus körülmények miatt Imre herceg elhunyt, nem így lett. Ennek ellenére az ország fönnmaradt, és a török invázióig 1526-ig gyakorlatilag nem talált hosszú távon legyőzőre. Jöttek a tatárok, de elmentek, jöttek a bajorok, jöttek más népek, de az ország erős volt, ellenállt, és az itt élő népek, nem csak a magyarok, hanem a többiek is, oltalmat találtak a külső támadásokkal szemben. Nem volt egyszerű döntés nyilván Szent Istvánnak és apjának, Géza fejedelemnek meghozni azt a döntést, hogy a magyarokat átneveljék a nomád életmódról, az akkori európai norma szerinti életmódra. Biztos nem volt egyszerű döntés bevezetni az adót, mert előtte nem volt. Biztos nem volt egyszerű dolog meghozni ezt a döntést, hogy egy modern államigazgatást építenek a kor szellemében. Nem volt egyszerű dolog arra kötelezni 10 falut, hogy egy templomot építessen és folytathatnám. De Szent István szembenézett a kor kihívásával, és azt mondta, vagy meghozzuk ezeket a döntéseket, és vagy átültetjük ezeket az elképzeléseket, ha kell, akkor fegyverrel is, vagy pedig megszűnik a magyarság, hiszen ezen a vidéken, Közép-Európában itt voltak az avarok is, itt voltak a geppidák, a longobárdok, a kelták, mind eltűntek nyomtalanul. Egyetlen egy esély volt, és ezt ismerte fel Szent István, és ezért ünnepeljük államalapítását augusztus 20-án, létrehozni egy olyan országot, amely az Európának ezen a részén meg tudja tartani önmagát, meg tudja védeni önmagát, és fejleszteni tudja önmagát. Úgy is fogalmazhatnánk modern szóval élve, Szent István szembenézett. Szembenézett a következményekkel, és szembenézett a tényekkel. Vagy sikerül az államot létrehozni, vagy eltűnik az a népesség, amely Bereckénél a Hétköld Szövetségének köszönhetően ide került. Szembenézett tehát a tényekkel, szembenézett a racionális megoldásokkal és döntött, és neki köszönhetjük, hogy a mai napig él itt egy népcsoport, amely magyarként fogalmazza meg önmagát. Nekünk is szembe kell néznünk a tényekkel. És elnézést, hogy ünneprontó leszek, de ezek a tények ránk nézve nem kedvezőek. A népszámlálás eredményei nagyon rosszak ránk nézve magyarokra, hiszen 60 ezerrel vagyunk kevesebben, mint 10 évvel ezelőtt, 120 ezerrel vagyunk kevesebben, mint 20 évvel ezelőtt itt Szlovákiában. Nagyon komoly tények ezek, amik elől nem szabad elmenekülni, mint ahogy Szent István sem menekült el. A tények elől, hogyha nem vállal föl valamit, akkor a magyarság megszűnik. Lehetne ma itt az ünnep kapcsán erről nem beszélni, csak a nagyjainkról, Kossuthról, Petőfiről, Rákócziról, de azért egy pillanatra álljunk meg egy szóra és beszéljünk arról is, hogy most saját kezünkben van sorsunk. Most érkezett el az a pillanat, amikor Szent István talán az égből lenéz ránk, és azt mondja, vállaljátok-e megfelelő időben a megfelelő döntéseket. A magyarság ebben az intézményi, pénzügyi
és jogi helyzetben, hogy nem élünk, nem tudja fenntartani önmagát, a népszámlálás ezt mutatta. Rajtunk múlik magunkon, magyarokon, hogy újra tudjuk-e fogalmazni célkitűzéseinket, újra tudjuk-e fogalmazni önmagunkat, és megtaláljuk-e azokat a megoldásokat, és mögé tud-e állni a magyarság azoknak a megoldásoknak, amelyek megőrzik az itt élő magyarságot. Itt Párkányban is úgy tudom, hogy az eredmények nem kedvezőek. De szemünk elől tűnik el a magyarság Galántán, Léván, Érsekújvári sorolhatnám. Nem szabad a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát, és nem szabad strusz politikát folytatni a jövőre nézve. Nyugat-Európában vannak olyan modellek, amelyek igazolták már, hogy egy kisebbség meg tud maradni abban az országban, ahol él. Ezek a modellek az önkormányzatiság modellé. Nem szabad félni ettől a megoldástól, föl kell vállalnunk, ha komolyan gondoljuk a megmaradási szándékunkat, ahogy Szent István tette, föl kell vállalni ezeket a törekvéseket, mert egyébként alibi politikát folytatunk. Meggyőződésem, hogy talán annak is van értelme, hogy másodszor sem sikerül bejutnunk a parlamentbe, azért van értelme, mert ezeket a dolgokat így szabadon, kötetlenül, mindenfajta függőség nélkül tudjuk újrafogalmazni, és megkérni a magyarságot, hogy támogasson bennünket abban, hogy az önkormányzatiság politikáját sokkal erőteljesebben és nyomatékosabban hangoztassuk ebben az országban, amely nem mások ellen fogalmazódik meg, hanem csak is és kizárólag önmagunkért fogalmazzuk meg ezeket az önkormányzatisági modelleket. Sokan mondták a választási kampány alatt is, foglalkozzatok szociális ügyekkel, gazdasággal, munkahelyteremtéssel, de ezek a dolgok összefüggenek. Igenis összefüggenek, hiszen ahogy a helyi önkormányzatok 20 évvel ezelőtt, mikor megkapták a hatásköröket, elkezdték építeni a városokat és falvakat, és megvolt az eredménye, úgyha mi is legalább a kultúrát, az oktatás ügyet saját kezünkbe tudnánk kapni, megfelelő pénzügyi és jogi környezettel együtt, meggyőződésem, hogy ma nem kéne kormányzattal azon vitatkozni, hogy milyen támogatást kap a magyar kultúra, megoldanánk ezt mi magunk is, és építeni tudnánk a saját kultúránkat, a saját iskoláinkat. És még tovább megyek, az önkormányzatiság éppen arról szól, hogy azok a régiók, ahol a magyarok élnek, azok ne folyamatosan leszakadó régiók legyenek ebben az országban. Ünnep van, nem akarok ettől túlságosan tovább menni, de azt azért nyomatékosan szeretném elmondani, hogy a Szent István üzenete a mai nap folyamán éppen az, hogy ahogy ő meg tudta hozni a rövid távon biztos, hogy kellemetlen döntéseket, a rövid távon nehéz döntéseket, ahol időnként még a sajátjaival is szembe kellett fordulni, de őt igazolta a történelem. Rajtunk áll vagy Bogi, hogy most ebben a helyzetben, amit a népszámlás óta ismerünk, hogy nem nekünk kedvez a modern Szlovákia története, meg tudjuk-e fogalmazni újra önmagunkat. Nem arról kell közéleti vitát folytatni, hogy a jelen pillanatban működő törvények kozmetikázása segít, rajtunk már nem segít. Hanem azzal kell foglalkozni, hogyan tudjuk újra szabni a kabátot, hogyan tudjuk újrafogalmazni a szükséges törvényeket, pénzügyi rendszerét, jogi rendszerét, és hogyan tudjuk hozzá megszerezni a többségi támogatást. Ha valóban demokratikus Szlovákia, ha valóban nyitott Szlovákia, és ha valóban az alkotmánynak megfelelően tevékenykedik, akkor nem lehet senkinek a szándéka ebben az országban, hogy a magyarság eltűnjön, megszűnjön egy 60-70 éves periódusban. Ha pedig igen, akkor szembe kell nézni ezzel a realitással, ami azt mondja, egységre van szükség, összefogásra van szükség, hogy ennek ellen álljunk. Én bízom benne, hogy akad ebben az országban még elég demokrata, aki meghallja azt a kérést, hogy mi nem azért kezdtük 1990-ben a politizálást, hogy ma 20 évvel az események után arról beszéljünk, hogy vajon megmaradunk-e egyáltalán mi magyarok itt a Felvidéken. Mi szeretnénk arról beszélni, hogy közösen magyarok és szlovákok építjük azokat a régiókat, ahol együtt élünk, építjük ezt az országot, ahogy együtt élünk, de úgy, hogy a magyar kultúrának, a magyar iskolának és a magyaroknak a régiónak ugyanolyan esélyei vannak, mint az északon levő régióknak. Ma sajnos a népszámlálás azt mutatta, nincs így. Szent István üzenete tehát mai nap folyamán, nem csak itt Párkányban, hanem mindenhol az, megfelelő bölcsesség, türelem és bátorság kell ahhoz, hogy egy új magyar egységgel felsorakozzunk új követeléseink mellé, mert a népszámlálás ezt várja el tőlünk, és Szent István ezt üzeni nekünk. Tegnap Hamban voltam egy hasonló rendezvényen, ahol lapoztam egy nagyon régi iskolának az évkönyvét, ahol arra kértek, hogy írjak bele valamit. Találtam benne egy idézetet,
amely föltehetően egy versnek az átirata, ha megengedik, ezzel zárnám a szövegemet, azért, mert nagyon idejövik, ahogy Hamban fogalmazott egy idős pedagógus ebben az emlékkönyvben, ez most itt, ma Párkányban is, azt hiszem, több mint értelmezhető. Azért vagy ember, hogy sorsod szekerének rúdját jobbra vagy balra húzd. Bárhová húzod, az eredmény ugyanaz. Ha rosszul húzod, a vesztes te vagy. Ha jól húzod, a nyertes akkor is csak te vagy. De sorsodat, magyar ember, más által irányítani ne hagyd, mert abban az esetben a vesztes csak te lehetsz. Én azt hiszem, hogy ezek nagyon komoly gondolatok, és még egyszer mondom, az összefogás égében mindenki tiszteletével és toleranciájával, Szent Istvánnal emlékezve fogalmazzuk újra önmagunkat, és élvezzük ezt a mai koncertet. Köszönöm. Thank you.
Hölgyeim és Uraim, kezemben fogok egy könyvet, nagyon büszke vagyok rá. A címe Hangok és harangok. Ezt a könyvet szeretném a tiszteletem jeléül és a köszönetem jeléül, hogy Szent István napja alkalmából meghívott bennünket, és hogy ilyen közönséget, fantasztikus közönséget hozott el nekünk, Berényi József elnök úr, kérlek szépen, a följössz, átveszed, nagyon szépen megköszönöm. Egy nagy tapsal köszönjünk meg Berényi József elnök úrnak, hogy meghívott bennünket. Kedves József, tudatkozom, köszönöm. Kedves Zoltán, szeretném én megköszönni természetesen, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és a közönség az nem igazán az én érdemem, sőt egyáltalán nem mondom a tiéd természetesen. Itt nagyon örülök, hogy ilyen szép számban tényleg összejöttünk, és egy kiváló estét tudunk így együtt eltölteni. Művészettel, egy kis közélettel, nem kell több, egy ilyen szép nyári estéhez. Valóban én is csak tudom ajánlani majd a január 1-i koncertet. Találkoztam egyébként szlovákiai magyarokkal ezen a koncerten. A szünetben futottam össze néhányan, nem is gondoltam volna, hogy ilyen sokan voltak, de azzal, hogy most már az Zoltánnak egyre több fellépése van itt a Felvidéken, és gondolom, hogy szaporodni fog majd a odalátogatóknak a száma. Hadd mondjam el azt, hogy Márka Zoltánban azt nagyon tisztelem és becsülöm, hogy embereket hoz össze. És ezen a koncerten is majd meglátták, hogy oda eljönnek, hogy a tévébe fogják követni, hogy nem csak igazán nagy sztárok lépnek fel, hanem mindig megszólít olyan fiatalokat is, akiket talán még a közösség annyira nem ismer, de rászolgáltak a figyelemmel, és ezeket is meghívja, mert Márka Zoltán embereket hoz össze, embereket köt össze, úgyhogy engem a Felvidékiekkel ott a koncert szünetében, ugye a magyar tehetségeket pedig a közönséggel ismerteti meg. Ezért is nagyon örülni fogok annak, hogyha amit közösen kigondoltunk, hogy egy nagy kórus találkozó lenne a koncert keretén belül megvalósulhatna, hiszen ennek külön üzenete lenne. Én azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban volt néhány nagy magyar öröm, ahogy ezt Szigeti László barátom elmondta már az olimpikonoké, és bevallom, az én személyes élményem leginkább Muszta Évánál volt, a 10 kilométeres úszónál, aki nagyon nehéz környezetből jutott el oda, ahova eljutott. Én nem igazán ismertem az életpályáját, de Eszméri Sándor újságíró barátom figyelmeztetett, hogy itt még lesz egy olimpia, és elmondta, hogy milyen nehéz körülmények közül verekedte föl magát ez a hölgy. Márka Zoltán is magának köszönheti, ahova eljutott, és ma azt a tekintélyt, amit megszerzett, azt pedig szétosztja, és oda ajándékozza a feltörekőknek is, hogy ezt nagyon szépen köszönöm neked.